Mi a helyzet Magyarországon éppen 10 évvel az EU tagjáválásunk után? Hol tartott akkor, vagyis 2004-ben Magyarország? Mi történt az elmúlt egy évtizedben? Hogyan változott a közvélekedés Európáról? Hogyan változott a magyar pártok viszonya az európaisághoz? Többek között erre keresünk a választ Pár Petrával, a MET felügyelőbizottsági tagjával, aki itt ül mellettem, Kocsis Györgyi újságíróval, a MET alelnökével, Martin József Péter MET taggal és Egedűs Istvánnal, a MET elnökével, aki az imént megnyitotta a konferenciát. Először is nézzük a politikai élet szereplőit. Nemrég készült el a PERC kutatás második része, amelynek az lett az eredménye, nagy vonalakban, hogy a magyar pártok hozzáállása az euroszkepticizmus irányába indult el. Hány pártnál volt tapasztalható egyértelmű eltolódás az euroszkepticizmus irányába? Melyek voltak azok, amelyek nem nagyon változtak tendenciájukat tekintetve, és egyáltalán hogyan kell elképzelni ezt a folyamatot? Meddig tartott a munka? Györgyi, átadnám a szót. Nem szeretném Ádámnál és Évánál kezdeni, de azért részben a külföldi vendégek számára, részben pedig a fiatal kollégák számára, hallgatóság fiatal tagjai számára szeretném azt leszögezni, ami talán ma már feledésbe merült, hogy a magyar társadalomban és a politikai elitben egészen úgy nagyjából 2006-2008-ig viszonylag széles körű, sőt azt kell mondanom, majdnem teljes körű egyetértés volt abban, hogy Magyarországnak az Európai Unióban van a helye, sőt annak is a közepében van a helye. És ebben a tekintetben a politikai elit és a társadalom között szinkron volt. Ez az egység úgy körülbelül, mint említettem, 2006 után kezdett megbomlani, amit nyilván hosszan lehet elemezni, hogy miért. Én azt gondolom, hogy ennek elsősorban a magyar gazdaság alulteljesítése volt a fő oka. Később pedig ehhez hozzájárult az európai válság is. Mindez hozzájárult ahhoz, hogy a magyar politikai eliten belül sokan a belső hatalmi harc egyik eszközének tekintették és fogták fel az Európai Unió irányát, tehát az Európai Uniót bűnbakká tenni azokért a problémákért, amit a magyar kormányzatok sorozatosan elkövettek Magyarországon. Ehhez pedig, tehát egy bűnbakképzési folyamat történt, ehhez pedig ennek különösen impulzust adott a nyugat-európai euroszkepticizmus megerősödése a válság nyomán. Mindennek következtében körülbelül 2010-re a Fidesz kétharmados választási győzelme idejére jutottunk el oda, hogy azt mondhattuk, hogy ez az egység a pártok tekintetében megbomlott, és az volt a gyanunk is, hogy hogy talán a pártharcok nincsenek szinkronban a magyar társadalommal, amely a mai napig egyébként EU párti, a közvélemény kutatások szerint a lakosság 70%-a jó dolognak tekinti az Európai Uniót, de legalábbis Magyarország helyét az Európai Unióban képzeli el. Ezzel együtt a pártok megpróbálták, vagy a pártok közül viszonylag sok, mondjuk így, megpróbálta ezt a a pártok próbálták befolyásolni a közvéleményt euroszkeptikus irányba. A Magyarország Európa Társaság 2012-ben úgy látta, hogy ezt a folyamatot valamilyen módon ki kellene mutatni, elemezni, mérni kellene. És akkor alakítottuk ki az úgynevezett PERC rendszert, amely rövidítés egy angol, megfelelőjének a betűszavaiból áll, a Party EU Attitude Report Card. 2012 végén bocsátottuk ki az első tanulmányt
amely ennek a módszernek a segítségével elemzi és értékeli tulajdonképpen kvantitatív és kvalitatív elemzés segítségével azt, hogy a hazai pártok hol helyezkednek el egy 1-től 10-ig terjedő skálán, ahol az 1 az EU-destruktív kategóriát jelenti, a 10 pedig a teljesen föderalistát, és a köztük levő értékek pedig mind a két szélső érték közötti valamilyen viszony mutatnak az Európai Unióhoz és a föderalista eszméhez. Minden egyes kategóriát részletesen definiáltunk, hogy milyen álláspontot tekintünk, milyen érték, milyen EU-hoz való álláspontot képvisel. Ennek a módszernek a segítségével 2012 folyamán értékeltük a magyar pártok 2009, tehát a legutóbbi európai parlamenti választások és 2012 közötti 3 évben az Európai Unióval kapcsolatos megnyilvánulásait, ez körülbelül több mint 400 politikai kijelentésnek az értékelését jelentette. Ezek a kijelentések az Európai Parlamentben a magyar európai parlamenti képviselőktől hangoztak el a Magyarországgyűlésben, a médiában, valamint a pártok hivatalos deklarációban, manifesztiójában, választási programjaiban. Így összegyűjtöttünk több mint 400 politikai kijelentést akkor a magyar parlamentben lévő 5 pártól, és ezeket elhelyeztük az 1-től 10-ig terjedő skálán. Nem akarom most ezt részletesen tovább mondani, hanem csak azt hozzátenni, hogy 2014 elejére megismételtük ugyanilyen módszer alapján az időközben már részben átalakult pártérképnek az elemzését, és egy újabb jelentést bocsájtottunk ki. Ez a második jelentésünk, és mind a két jelentés megtalálható a honlapunkon, tehát ezeket lehet ott részletesen olvasni. Most ennek az eredményéről azt szeretném elmondani, hogy azt találtuk a két elemzést összehasonlítva, hogy még 2012 végén az első tanulmányunk publikálásakor az akkori 5 magyar pártnak az átlagos indexe, ezen az 1-10 skálán az Európai Unióhoz való viszonyukat tekintve 6,2-t mértünk a mi módszerünk szerint, most itt végülis önök számára mindegy, hogy ez pontosan mit jelent, a tendenciát mutatja, és ez másfél évvel később már 5,8-ra süllyed. Ez azt jelenti, hogy mi egyébként neveket adtunk ezeknek a kategóriáknak, a 6-os kategóriát EU pragmatikusnak, az 5-ös kategóriát EU pessimistának neveztük, tehát mondhatjuk azt, hogy az pragmatikus attitűd az átlagosan az 5 párt egészét tekintve már lesüllyedt az EU pessimista irányba másfél év alatt. Ezen a skálán természetesen a különböző pártok különböző helyen helyezkedtek el, és a második jelentésünk már azt mutatta, hogy az akkor elemzett, már elemzett párt közül 2, a Fidesz és a 3, igen, a Fidesz, az LMP, lehet más a politika és a Jobbik, már a 6-os EU-pragmatikus szintet ért el, illetve az alá csúszott. Konkrétan mondhatom, hogy a Jobbik ebben az elemzésben az 1-10 kategória között a 3-as, tehát amit mi EU-szkeptikus, kemény EU-szkeptikus kategóriának neveztünk el, ott azt érte el, a Fidesz az 5-öst, amit mi EU-pesszimistának, és az LMP, amelyik pedig korábban meglehetősen EU-párti
integráció barát párt volt, a hatost EU-pragmatisták. Ehhez képest a három baloldalinak nevezett, bár nem feltétlenül minden tekintetben egyértelműen baloldalinak nevezhető másik három parlamenti párt, a Szocialista Párt, a Demokratikus Koalíció és a nagyon új parlamenten kívüli együtt, akkor még parlamenten kívüli együtt PM, mint csak a hetes kategóriát ért el, amit mi puha pragmatikusnak neveztünk. Ami azt jelenti, hogy az előző másfél évű vizsgálatunkhoz képest ez a három baloldali párt képtelen volt ellensúlyozni azt a lefele való csúszást az euszkeptikus irányába, amit három magyar párt korábban az alatt, az eltelt idő alatt végrehajtott. Tehát az egész magyar politikai szféra csúszott lefele, tulajdonképpen átlagot tekintve az euszkepticizmus irányába, bár azt nem mondanám, hogy mindegy, euszkepticizmus volt, és minden tekintetben az, de ez a folyamat mindenképpen kimutatható volt. Még annyit lennék most hozzá, aztán majd nyilván lesz még kör, hogy a második vizsgálatunk, amit idén márciusban mutattunk be, csak az országgyűlési választások, tehát az április 6-i országgyűlési választások idejéig tudta mérni a politikai kijelentések uniós attitűdjét. Tudtuk, hogy jön az európai parlamenti választás, és azt persze nem tudtuk, hogy milyen programokkal fognak kiállni a pártok erre a választásra. Most az európai parlamenti választásokra ugye az általunk 6 párt közül csak 4 bocsájtott ki többé-kevésbé programnak nevezhető dokumentumot. A Fidesz egyáltalán semmit, a szocialisták pedig mondjuk úgy, hogy minimálisak, és a másik 4 párt publikált programszerű dokumentumot különféle mélységben. Hogyha ezeket a dokumentumokat beillesztenénk a PERC rendszerbe, akkor azt mondhatnánk, hogy a Fidesz EU-pesszimista értékelése nem változott, mivel semmiféle dokumentumot nem is mutatott, hogy mit gondolnak csinálni az Európai Unióban, tehát nyilvánvaló, hogy itt nem tudtuk volna módosítani, csak a program alapján. Az MSZP tekintetében szintén nem volt változás, tehát az MSZP ez a hetes puha pragmatikus álláspontot foglalta el mindegyik tanulmányunkban egyébként, tehát viszonylag konzekvensen, és ez most sem változott. Az LMP tekintetében az Európai Parlamenti Program egy érzékelhető változást mutat, ahhoz képest, amit mi márciusban mondtunk a pártról. Ugye az előbb mondtam, hogy az LMP az elmúlt másfél évben egy jobbra fordulást, egy euroszkepticista fordulatot hajtott végre, amit mi akkor úgy értékeltük, hogy ez valószínűleg az országgyűlési választások volt kihegyezve, és a jobbikos szavazóknak az elszipkázását célozta feltehetőleg. Most az Európai Parlamenti Programja a pártnak megint egy fordulat, visszafelé fordul, és újból egy erősen EU-barát, integráció párti és számos federalista mellett és javaslat mellett egyértelműen kiálló program, ami a PERC skálán 8-as EU-konstruktív értékkel lehetne értékelni. A Demokratikus Koalíció, amit mi korábban erősen föderalistának tituláltunk, de mert az Európai Egyesült Államokat mint víziót hirdette meg, de
akkor úgy értékeltük, hogy ezt meglehetősen üres fogalomként kezeli, és nem töltötte meg semmilyen tényleges tartalommal, hogy végül is ezt most ezt hogy képzelni. Ebben a tekintetben a DK előrelépett, és a PESZ skálán 9-es értéket kaphatna, mert ezt a tartalommal való kitöltést, ezt, ha nem is teljes mértékben, de részben legalábbis elvégezte. Ez elolvasható a DK programjában. És végül, de messze nem utolsó sorban, az együtt PM tekintetében azt a pártot mi korábban is jelentős mélyben EU-konstruktívnak tartottuk, de úgy értékeltük, hogy ezt nem képviseli eléggé konzekvensen. A mostani Európai Parlamenti programja az együtt PM-nek ugyancsak konstruktívnak, tehát 8-as kategóriának volna értékelhető a PERC rendszer szerint. Tehát végül is ebben a mérési módszer szerint az Európai Parlamenti programjaik ezeknek a pártoknak mutattak bizonyos eltéréseket a korábbi álláspontjukhoz képest, de hát megint ugye nem lehet tudni, hogy ez mennyiben csak pusztán szavazatszerző próbálkozás. Tehát például az LMP esetében még az LMP-re nyilván meg kell győznie a közönséget arról, hogy nem ugyanazt csinálja, amit a Fidesz, tehát a kettős beszéd politikájához folyamodik, hogy európai ügyekben nagyon progresszívben beszél, mint a korábban csinálta a Fidesz 2010-ben, hogy európai ügyekben nagyon progresszív, és egyébként pedig a magyar választókról szól belpolitikai ügyekről, akkor pedig nagyon euroszkeptikus hangot üt meg. Ebben a tekintetben még nem lehetünk biztosak az LMP-t illetően. Még annyit szeretnék hozzátenni, hogy ez a mostani Európai Parlamenti programokról szóló értékelés egy cikk formájában itt megtalálható, a HVG-ben jelent meg egy cikk. Igen, az e-heti HVG-ben, ami ezeket a programokat nem pontosan a PERC rendszer szerint, de végül is ugyanilyen szellemben értékelünk. Györgyi, köszönöm szépen. És a következő kérdésem Istvánhoz szólna, a Fidesz eddigi két kormányzati ciklusát tekintve. Milyen évet írt le a párt gondolkodásmódja? Hogyan adta elő ezt az európai politikát Orbán Viktor? Gondolok itt csak néhány szó, médiatörvény, tavaras jelentés. Hogyan lehet ezt összefoglalni? Megpróbálom kicsit rövidebben, hogy mindannyian szóhoz jussunk majd itt még délelőtt, mert ez az a téma, ami persze talán a legizgalmasabb, hogy a Fidesz, mint kormányerő, hogyan változott az elmúlt évtizedben, és ezen belül Orbán Viktor gondolkodásmódját próbáljuk meg kitalálni annak alapján, amiket nyilatkozik, illetve amit a Fidesz tesz. Röviden, tehát én úgy értékelni, és ez a PERC kutatásból is kiderül, hogy az ív, amit kérdezel, az elég egyértelmű, némi belső mozgások ellenére, tehát a 10 évvel ezelőtti kezdődő egyre erőteljesebben azért az Európai Uniót már csak gazdasági racionalitás alapján támogató Fidesz állásponttól jutottunk el az első PERC kutatás idejére egy jóval puhább európragmatikus, már az EU-pesszimizmussal kacérkodó álláspontig. Sőt, a 2010-es nagy győzelem után is meg tudtuk azt állapítani, hogy a Fidesz folyamatosan éleszte a retorikáját az Európai Uniós ügyekben, egyre kritikusabbá vált, és ennek a csúcspontja aztán 2013-ban éppen a Tavares jelentés idején csúcsosodott ki, amikor már olyan nyilatkozatok is elhangoztak, hogy komolyan fölvetődhetett az elemzők fejében, hogy a Fidesz eljut-e odáig,
hogy akár a kilépést is kezdi fontolgatni. Ez 2013-ban volt, amikor Orbán Viktor egyértelműen, mi úgy fogalmaztunk, az euroszkeptikusok vezérszónokává vált, és mostani jelentésükben ezért tovább rontottuk azt a bizonyos osztályzatot, amiről Györgyi beszélt, és egy ötös osztályzatnál állapodtunk meg, miközben ez a szám úgy jött össze, hogy a számos területen, például az Európai Parlamenti Fidesz képviselő munkáját nézve azért jóval Európa barátabb osztályzatot adtunk, míg magának Orbán Viktornak a nyilatkozatai erőteljesen lehúzták az osztály végső osztályzatot, és az ő nyilatkozatait nézve a négyes tudtuk csak adni Orbán Viktornak. Na most mindez persze irgalmas kérdéseket vet föl, hogy mi történik és hogyan értelmezzük mindazt, ami zajlik. Én csak nagyon röviden utalnék arra, hogy az a fajta külpolitikai gondolkodásmód, hiszen az Európai Unió a Fidesz számára még a mai napig erőteljesen valami külső külpolitikai tényező. Elég egyértelműen megfigyelhető a nyilatkozataival, ezek közül számos közismert, ugye a keleti nyitás politikája mindenek előtt, amelyek alapján egyfajta kétlábon állás külpolitikai doktrináját is meghirdette Orbán Viktor. Ezeket a nézeteket inkább azokon a hosszabb rádió interjúival és nyilatkozataival lehet megfigyelni és aztán értékelni, amelyek talán nem kaptak olyan széles publicitást, de amelyekből azért összeáll valamilyen kép, amit talán úgy lehetne mondani, hogy ez az Orbán Viktor féle hinta politika, ezt persze ő nem használja, ő ugye a pápatánc kifejezést vezette be az unióhoz a viszonyát érzékeltetve. Ez a hinta politika, ez valami fajta keleti, erőteljes politikai lábat feltételezne, és a másik lábában áll ugye az ország és Fidesz és Orbán Viktor az Európai Unióban, ami persze kérdés rögtön, hogy vajon egy uniós tagállam esetében ez a fajta gondolkodásmód, ez egyáltalán lehet-e akár pragmatikusan nézve reális, és különösebb eredményei ennek a fajta gondolkodásmódnak egyelőre nincsenek, és persze föl lehet vetni normatív alapon, hogy az európai egységeszme szempontjából nézve a helyenként nagyon furcsa, diktatórikus, posztszovjet országokkal való barátkozás, az természetesen morális kérdéseket és geopolitikai kérdéseket is komolyan felvet. Mint legutóbb egyébként ukrán ügyben is jól láttuk Orbán Viktor nyilatkozatát követő nemzetközi reakciókat nézve. Tehát az év eléggé egyértelmű, ugyanakkor azért hozzátenném, hogy most a magyar parlamenti választási győzelem éjszakáján Orbán Viktor úgy próbálta meg beállítani a Fidesz helyzetét, ugye az ő centrális erőtér koncepciójának megfelelően, hogy a Fidesz van középen, és tőle balra vannak a radikális, szélsőséges, baloldali és liberális erők, és tőle jobbra van a szélső jobb, a Jobbik, és a Jobbikkal szemben érvelve mondta azt, hogy a magyarok arra is szavaztak, hogy maradjunk az Európai Unióban, tehát most utolsó pillanatban megint inkább egyfajta Európa-barát retorikát hozott elő a választások éjszakáján, most már valóban a Jobbikra figyelve elsősorban. Ugyanakkor, ha ezt a nagyon furcsa magyar kampányt nézzük, hiszen igazi európai parlamenti kampány ebben az országban nincsen, tehát amire tudunk számaszkodni, az néhány szórólap, és az előbb már fölmutattam a Fidesz tiszteletet a magyaroknak szórólapját, ebben olyan mondatok szerepelnek, hogy küldjünk olyan képviselőket Brüsszelbe, akik képesek megvédeni a rezsicsökkentést, a magyar földet és a magyar családokat. Tehát egy meglehetősen sajátos kontextust próbál kialakítani a Fidesz, amit egyébként ugye az Európai Parlamentben nyilván rendkívül nehezen lehetne értelmezni, hogy milyen harcról is van szó. Szóval ez azért a korábbi szabadságharcos retorikának az egyszerű folytatása, és nagyon kevés köze van mindahhoz, amiről mi majd
délután beszélgetünk valójában az európai politikai térség igazi problémáiról. De ha megnézzük, és a Jobbiknak a legújabb füzetét vagy brossúráját, amit hozzám is bedobtak, akkor a Jobbik első, listán első helyen szereplő jelöltje, Orvai Krisztina például azt nyilatkozza, hogy Európa vagy Európa pártiak vagyunk, ez a cím, és azt állítja, hogy tévesen állítják rólunk, hogy Európa ellenesek vagyunk, hiszen Európa pártiak vagyunk, mi akarjuk megőrizni azt a maga valóságában, a nemzetállamot saját hagyományaival, gyökereivel és értékeivel. Tehát mintha a Jobbik az utóbbi időben elindult volna, és ugye ezt már a magyar parlamenti választáson is lehetett érzékelni a centrum, a közép irányába. Mindennek azonban valószínűleg nem lesz hatása arra nézve, hogy az Európai Parlamentben milyen elszigetelt pozícióba kerül majd. Tehát izgalmas folyamatok bontakoznak ki most itt az utolsó pillanatban. A Fidesz játszik a vad euroszkeptikus retorikával, de azért centrista erőnek tünteti fel magát, miközben a Jobbik is igyekszik lenyomulni a közép felé. Ez azért talán önmagában nem olyan tragédia, és ez talán nyomja az ellenzéki, a demokratikus ellenzéki erőket is, ahogy erről Györgyi beszélt, abba az irányba, hogy bátrabban és határozottabban képviseljék az európai egységet, mert ugye Magyarországon.